A Dél-Dunántúlon már augusztus közepén elkezdődik a szarvasok násza párzása. Ez valójában a szarvasbőgés ideje, mely a térségünkben szeptember végéig is elhúzódhat. Ilyenkor hullajtott agancsokkal találkozhatunk, és váratlan hanghatások érhetnek bennünket. A hang a nőstények terelgetését és a hímek közti versengést egyaránt szolgálja. Ez egy nagyon veszélyes időszak a gépkocsival közlekedők számára, mondja Agyaki Gábor, az Országos Vadászkamara Baranya vármegyei szervezetének elnöke. Az autósoknak arra kell figyelni, ahol kint vannak a táblák, a vadveszélyt jelző táblák, ott valóban lassan menjenek, mert ott azért van kint az a tábla, mert várható az, hogy ott évszázados váltók vannak. Tehát azért, mert mi építünk egy utat valahova, ami kell nyilván, mert közlekedünk. Ettől még a vad, aki szintén itt lakik, ezen a bolygón, attól neki még évszázados útjait bomlasztjuk föl, vagy borítjuk föl szokásaikat, és nem nagyon veszik ezt tudomásul időnként, hanem változatlan mennek azokon az úgynevezett váltókon, amit évszázadok, az évtizedek alatt kitapostak, úgymond. És hát ilyenkor vannak a problémák, hogy egy-egy út úgy keresztezi a szarvasok váltóit, hogy azt a szarvasok bizony nem veszik tudomásul, hanem ők mennek, ahogy be van beidegződve a bőgőhelyekre, hiszen a fajfenntartásról van szó. Ha az elővigyázatosság ellenére mégis ütközés történik, a legfontosabb, hogy ne menjünk tovább autónkkal, hívja fel a figyelmet a vadász. Elsősorban a rendőrséget hívja, a rendőrség szokta általában értesíteni a vadászat rögosultat, tehát a vadásztárságot, és akkor a vadásztárságtól mennek ki, és intézik a vad sorsát. Hát ha ott van és elpusztult a jószág, akkor nyilván ők azt rendbe rakják, olyan állapotban, hogy el lehessen szállítani a hűtőbe, vagy attól függ, hogy milyen a baleset. Ha elment, de látható az, hogy ütközés volt, tehát az autón sérülések vannak, vér, szőr, darabok, stb., akkor általában másnap a vadásztárságnak az a feladata, hogy arra képzett kutyával olyan szakemberekkel megkeresse azt a vadat, és minél előbb, úgyhogy megváltsa a szenvedésétől, ne az legyen, hogy esetleg napokig szenved egy nádasba az út mellett, aztán csak azt érezzük majd, amikor megyünk az autóval, hogy dögszakban valahol az út mellett. Az elnök vadásztársaságához három fő út tartozik, a Harkányi, a Mohácsi és a Hatos út egyik fele. A szomorú statisztika szerint évente 60-80 ütközéssel kell számolniuk. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik napon éjszaka balesethez mennek menteni.